Egyházi áldással és szalagátvágással adták át Nagycserkeszen az új egészségházat. A településen több mint 1800-an élnek, az ő helyben történő állátásukat segíti a közel 60 millió forintból korszerűsített rendelő. 1952-ben épült a régi orvosi rendelőnk, aminek az állaga sem felelt már meg az uniós követelményeknek, meg a mai modern követelményeknek. Tehát nagyon kis helyen rendelt a doktornő, fogorvos, illetve a védőnő. Ezért vált szükségessé, hogy bővítsünk és felújítsunk. Tehát a vízvezetékektől kezdve az elektromosságig minden 52-be készült. Azóta ehhez nem volt hozzányúlva, ezért már szükségessé. Az új egészségház komplex szolgáltató központként működik ezen túl Nagycserkeszen. Ez egy fontos pillanat Nagycserkesz életében, hogy itt az orvosi rendelő felújítása és bővítése, az tulajdonképpen egy új egészségházat eredményezett, mert a házi orvosi rendelő mellett fogorvosi rendelő és a védőnői hálózat is helyet kapott ebben az épületben. Úgy érzem, hogy ezt az itt élő emberek nagy-nagy örömmel fogadták, hiszen ahogy a mondás is tartja, az egészség kincs, és ha valakinél jön a baj, akkor az alapellátásban itt egy korszerű, modern eszközökkel felszerelt egészségházban teszi meg az első lépést a gyógyulás útján. Az ünnepségen elhangzott, a modern orvosi rendelők hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy minden településen megoldott legyen a házi orvosi praxis betöltése. Megyében viszonylag jó helyen állunk, de az országban több mint 300 betöltetlen házi orvosi praxis van. Éppen a Magyar Falu programban, most jelent meg itt nemrég jön a kormányhatározat, van program orvosi rendelők építésére, továbbiak építésére, felújítására, illetve házorvosi szolgálati lakások építésére. Nagyon sok eszközzel kell azon dolgoznunk, hogy mindenhol legyen házi orvos, családorvos. Nagycserkeszen szerencsére ez az ellátás megoldott, és ilyen módon ebben a megújult egészségházban tudja fogadni a betegeket a családorvos. Az átadón azt is kiemelték, az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés biztosítása csak egy részét képezi a Magyar Falu programnak, mellyel a vidék megtartó erejét kívánja segíteni a kormány. A program részét képezi még a közösségi terek fejlesztése, a lakástámogatás kibővítése, a bölcsődék és óvodák korszerűsítése, valamint a belterületi és alsóbrendű utak felújítása.